erdélyi Kézben az Oscar szobor. Díjazták a Saul fiát, amelyben Molnár Levente is játszik. Fellendítik a szórványt, új cselekvési tervet fogadtak el a szövetségi képviselők tanácsán. Hippokratész házőrzője segítő hálózatot hoznak létre az olasz telki lánnyal történt eset hatására. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Megkapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat Nemes Jeles László alkotása, a Saul fia. A film erdélyi vonatkozása, hogy az egyik legfontosabb mellékszerepet kolozsvári színész Molnár Levente játsza. A Saul fia igazi szenzációt keltett az elmúlt évben, elnyerte a Cannes-i fesztiválon az Aranypálmát, majd Golden Globe díjat kapott, és további számos kisebb elismerést, mindez pedig az Oscarban csúcsosodott ki. Molnár Leventével a Trendelő című műsorunkban az Oscar gálára indulása előtt beszélgettünk a Saul fiáról. Tényleg az van, hogy most egy a film kapcsán ilyen hullámokban jön az öröm, és jönnek a jó hírek. Mindjárt lassan egy éve tart ennek a filmnek a világ körüli jelenléte, a visszajelzések azok hihetetlenek. Az Oscar díjátadó gála után sikerült Los Angelesben telefonon is elérni a színművészt, aki még mindig a nagy izgalom hatása alatt állt, amikor megkérdeztük, mit érzett a díjazott kihirdetésekor. Azt, hogy képviseltem a helyére. Ezt éreztük. Óriási nagy öröm volt. Óriási nagy dolog, öröm. Boldogság. Hihetetlen. Az idei Oscar legdíjazottabb alkotása egyébként a legújabb Mad Max film, de a legfontosabb díjak erősen megoszlódtak. A legjobb film a Spotlight, egy nyomozás részletei című alkotás lett, míg a legjobb főszereplőként Leonardo DiCapriót és Brie Larsont díjazták. Egyre nagyobb méreteket ölt a magyar ellenesség Romániában. Az RMDSZ azonban világosan, erős hangon állást foglal az igazságtalanság ellen a nehéz időkben is, amikor újabb és újabb eszközöket vetnek be a magyar közösség ellen. Ezt mondta Kelemen Hunor politikai beszámolójában a szövetségi képviselők tanácsának Marosvásárhelyi ülésén. A szövetségi elnök politikai beszámolójában azokat a veszélyeket emelte ki, amelyekkel a magyar közösségnek szembesülnie kellett az utóbbi időben. Mint mondta, hivatásos feljelentők, buzgón intézkedő hatóságok munkálkodnak azon, hogy a magyarság megszerzett jogaiból visszavegyenek. Időközben leállították a restitúciót, az egyházak nem kapják vissza jogos tulajdonukat, a közösségi javak visszaszolgáltatása holtpontra került. Csíkszeredában, Gyergyóban, majd Sepsiszentgyörgyön lefejezték a város vezetését, és a korrupció ellenes harc ürügyén olyan embereket próbálnak eltávolítani a közösség éléről, akik igazolták, hogy képesek építkezni, jövőt teremteni. Ha jobban belenézünk a vádiratba, korrupció sehol sem merül fel. Emellett olyan törvénytervezetek látnak napvilágot, amelyek az anyanyelvhasználatot, a himnusz éneklést vagy akár az RMDSZ-t tiltanák be, de az oktatási törvényt sem alkalmazzák, az egészségügyben pedig megalázzák a magyar betegeket. Markó Béla felszólalásában az amerikai diplomáció nyomasztó hallgatását bírálta a magyarságot érintő ügyek kapcsán. Mint mondta, elfogadhatatlan, hogy 1.300.000 ember 2016-ban ne számítson Romániában. Az nem lehet, hogy az igazságszolgáltatás minden újabb hőstette után megszólal, de abban, hogy itt mi van a magyarokkal, akár zászlókérdés, akár a feliratok levétele, községháza meg idézhetünk, akár az, hogy máig nem alkalmazzák az oktatási törvényt, abban egy szava nincsen az amerikai diplomáciának. Akkor miért van szava, más kérdés? Kelemen Hunor szerint éppen ezért a kiállni, képviselni, kiharcolni hármas parancsnak kell vezérelnie a továbbiakban az RMDSZ munkáját. Kiosztották szombaton a 2015-ös évre szóló ezüst fenyő díjakat. Az RMDSZ idén 13. alkalommal ismerte el azok munkáját, akik jelentős szerepet vállaltak a közösségi javak és a szülőföld visszaszerzésében, valamint a szövetség programjának megvalósításában. A politikusok mellett helytörténeti kutatók, újságírók, sportolók és polgármesterek, összesen 23 személy részesült az ezüstfenyő díjban, amelyet Kelemen Hunor szövetségi elnök adott át. Az ezüstfenyő díjat először 2002-ben adták át, az RMDSZ megalakulásának 13. évfordulóján.
Megújult az RMDS szorvány cselekvési terve. Az új irányelvekkel kiegészített terv az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektet a nemzeti identitás megőrzésére. Széles körű konzultáció révén dolgozták ki az RMDS új szorványcselekvési tervét, az eddigi sikeres közösségépítő rendezvényeket tovább viszik, az új programok között pedig kiemelt hangsúlyt fordítanak az ifjúságra. Most a szorványcselekvési tervnek a része lesz az ifjúsági terv is, amellyel végre nagyon remélem, hogy sikerül megmozgatni az ifjúságot, hiszen Fehérmegye az egyik olyan szorványmegye, amelyben az ifjak elkerülnek egyetemre, és nagyon kicsi részük kerül vissza. Feltétlenül fontos valamilyen módon ezeket a fiatalokat visszahozni, megmozdítani őket, megéreztetni velük azt, hogy meg lehet élni Fehérmegyében, és ott kell magyarnak megmaradni. Az új irányelvekkel kiegészített szorványcselekvési terv 4 nagy területre összpontosítva fogalmaz meg konkrét feladatokat a kultúra és társadalom szervezés, oktatáspolitika, ifjúság, valamint a sajtó terén. A terv gyakorlatba ültetése széles körű összefogással valósítható meg, mondja Winkler Gyula. Úgy véljük, hogy megfelelő összefogás kialakítása esetében, akkor, hogyha együtt dolgozik az RMDS a civil szervezetekkel és az egyházakkal, akkor mindazok a célkitűzések, amelyek benne vannak a szorványcselekvési tervben, a következő 4 évben megvalósíthatók, a tevékenységek fenntarthatók, és az infrastruktúrális fejlesztések, amelyek a terv kapcsán megalakultak, azok élettel tölthetők meg a szorvány településeken. Az új programok között kiemelt fontossággal bír a minőségi magyar oktatás kiterjesztése, a magyar közösségi terek kialakítása, a tartalmas ifjúsági programok, valamint a magyar házak hálózatba szervezése. A Marosvásárhelyi törvényszéken folytatódik Rádúj Róbert, Csíkszereda lemondott polgármestere és Szőke Domokos hivatala gyakorlásától eltiltott alpolgármester pere. Az áthelyezésről a Marosvásárhelyi táblabíróság döntött a felperes korrupcióellenes ügyészség kérésére. A DNA szerint Csíkszeredában sérülne a pártatlanság elve, tekintve, hogy a két politikus nagy presztízsnek örvend a városban. Az ügyészség áthelyezési kérelmében többek között a lakosság sajátosságát megemlítve érzékeltette, hogy az ügynek etnikai vonatkozása is van. Rádúj Róbert és Szőke Domokos ellen 2015. június közepén emelt vádat a korrupció ellenes ügyészség. Hippokratész házőrzője néven az egészségügyi diszkrimináció kivédésére alkalmas hálózat létrehozását indítványozták a Kolozsvár belvárosi unitárius egyházközség lelkészei. Ennek előzménye, hogy egy olaszteleki lány orvosi ellátásra szorult a Kincsesvárosban, kezelőorvosa azonban a román nyelv hiányos ismerete miatt megalázta őt és a családját. Civil szervezetek, magánszemélyek és politikai pártok képviselői is csatlakoztak ahhoz a múlt hét folyamán elindított kezdeményezéshez, amely az egészségügyi diszkrimináció kivédésére alkalmas hálózat kialakítását tűzte ki célul a Kincsesvárosban. Az egyik kezdeményező lelkész Rácz Norbert híradónknak azt hangsúlyozta, tudatosítani szeretnék azt, hogy a pácienseknek is vannak jogai. Egy teljesen átfogó hálózat kiépítésére gondolunk jelen pillanatban, amelyik kiterjed arra, hogy szállást biztosítsunk, hogyha kell olyan személyeknek, akik ide kell jöjjenek Kolozsvárra, egészségügyi ellátás véget, alkalmi tolmácskodást tudjunk biztosítani, illetve ha kell orvosi segítséget. Tervben van a magyarul is beszélő egészségügyi személyzet névjegyzékének az elkészítése, de a jogi segítségnyújtás is része lenne a hálózat munkájának. Az RMDS több éve benyújtott egy olyan törvénytervezetet, amely a 20%-os kisebbséggel rendelkező települések egészségügyi intézményeiben szavatolná az anyanyelv használathoz való jogot. A kolozsvári eset felerősítette most bennünk ezt az elhatározást, hogy most már mese nincs, újra a napirendre tüzetjük, és kíváncsiak vagyunk, hogy ez a technokrata kormány hogyan fog viszonyulni ehhez a kérdéshez. És kértük a szakbizottságba, az egészségügyi szakbizottságba, hogy a bizottság kérjen egy új véleményezést, mert a pont a kormány negatívan, kedvezőtlenül véleményezte. A kolozsvári hálózat hiánypótló szerepet töltene be azok esetében, akik nem beszélik jól a román nyelvet, illetve nem részesülnek megfelelő bánásmódban az egészségügyi intézményekben. Az egészségügyben tapasztalható diszkriminációval, illetve a Hippokratész házőrzője kezdeményezéssel részletesen foglalkozunk a kedden este 8 órakor kezdődő Metszet című magazin műsorunkban. Aranykitermelés és kulturális díj, nézzük a híradó további témáit.
Móczi János technológia nagybányán pert vesztett az önkormányzat a kitermelni készülő vállalat ellen. Románia kulturális falva, második lett a Maros megyei Maros-Szentgyörgy a községek versenyében. Pert veszített a nagybányai polgármesteri hivatal azzal az aranykitermeléssel foglalkozó vállalattal szemben, amely 8,5 millió tonna nehézfémeket is tartalmazó meddőt mosna át ciánnal az arany és ezüst kivonása érdekében. Az önkormányzat 6 évvel ezelőtt úgy állította le a gyár további működését, hogy építési tilalmat rendelt el azon a környéken, 2013-ban pedig egy tanácsi határozattal kereskedelmi és lakóövezetté nyilvánította a gyár körüli városrészt. Vasile Tatár nagybányai lakos 2009-ben precedens értékű pert nyert a strasbourgi Európai Emberjogi Bíróságon a román állam ellen a nagybányán 2000-ben bekövetkezett tiszai ciánszennyezés ügyében. A környezetvédő most ismét megkongatta a vészharangot. Nagybánya pályázik a 2021-es Európa Kulturális Fővárosa címre. Szerinte a gyár beindulása jelentősen csökkenteni a város esélyeit. 9 évet működne a gyár, ebből 7 évet mosnák át a központi zagytározót. Képzeljék el, a környéken 300 ezer ember lenne kitéve a ciánnak, ugyanúgy, ahogy 2007-ig az üzem elődje tette. A visszaforgatott cianid felhasználás nyitott üzemkörnyezetben történne. Ez nagyon súlyos, főleg, hogy a cián 26,5 foknál párologni kezd. El kell dönteni, hogy Nagybánya 2021-ben Európa kulturális fővárosa akar lenni, vagy 2016-ban európai cián főváros lesz belőle. A vállalat közelében van egy lakónegyed és egy bevásárlóközpont is található a gyártól alig pár száz méterre. Nagybánya polgármestere elmondta, minden lehetséges jogi eszközzel megakadályozzák, hogy a városban beinduljon és szennyezzen az aranykitermelő vállalat. Nada nincs un effect. Pentru că acea hotărâre a consiliului local. Annak a tanácsi határozatnak ma nincs semmiféle hatása. A 120-as határozat, amit megtámadott a Romaltin egy jövőbeni általános városrendezési tervre vonatkozik, nem a jelenlegire. Ma építési tilalom van ott érvényben. Mi fellebbezni fogunk a törvényszéki határozat ellen, de annak nincs semmilyen jogi vagy közigazgatási hatása ránk nézve. A tanács meghosszabbította a jelenlegi általános városrendezési tervet 2018-ig, a vállalat kitermelési engedélye viszont 2017-ben lejár. A Romaltin Mining vezetősége nem állt kamera elé. Levélben arra hivatkoztak, hogy a bírósági perek tisztázásáig semmilyen belföldi vagy külföldi tévétársaságot nem engednek forgatni a gyár területén. Jelenleg csak karbantartási munkálatokat végeznek, valamint felügyelik az egyik zagytározót. Közel 1.400.000 lejjel támogatja a kulturális rendezvényeket idén Maros megye tanácsa. Erről legutóbbi ülésén döntött a képviselőtestület. A költségvetés végösszege hasonló lesz a tavalyihoz, de van néhány új rendezvény is. Finanszírozzák többek között a Székely Színház jubileumi ünnepségét, a Bekecs Néptánc Együttes turnéját, valamint a Rákóczi Szövetség történelmi versenyét. Az önkormányzat 37 román, magyar és vegyes közönséget célzó rendezvényt támogat. Legtöbbet, azaz 170 ezer lejt a TIFF Filmfesztivál kapja, 150 ezer lejjel pedig a Bookfest könyvásár támogatják. Kulturális projektekre azonban van még tartaléka a megyei önkormányzatnak. Tehát ez a keret, ez az 1.391.000 lejes keret mellé még fent maradt ennél a költségvetési tételnél megközelítőleg 1 millió lej. Ebben az 1 millió lejben benne van a 100 ezer lejes ifjúsági támogatás is, valamint a sürgősségi szolgálat és a tűzoltóknak is a támogatása. Ugyanakkor pedig lehetőséget ad nekünk arra, hogy amennyiben olyan megyei érdekeltségű projektekkel keresnek meg bennünket, szintén részt vállaljunk és támogatóként, partnerként részt vegyünk ezeken. Idén 70 éves Székely Színház jubileumi ünnepségét 40 ezer lejjel támogatják. Szabó Duci hagyta ránk örökül a színházra. Harag György egyik rendezéséről van szó, amit a Marosvásárhelyi Színházban rendezett. Ez itt Lohinszky Lórán, Tar László, Szabó Duci. Ehhez a festményhez hasonló, sosem látott relikviákat mutatnak be a március 10-e és 16-a között zajló rendezvénysorozaton. Például Tar László színpadi lábbeliét is. Ezt a cipőt a színművész lábára tervezték, de más tervek is vannak. 7 nap alatt 7 előadást fogunk eljátszani. Egy igen nagy külföldi és belföldi és külföldi
kritikus had előtt, és rajtuk keresztül szeretnénk megméretkezni, hogy végül is 70 év után hol tartunk, végül is 5 év után ez a színház vezetőség hol tart. A jubileumi rendezvénysorozatra időzítették a Tompa Miklós Társulat legújabb premierjét. Molnár Ferenc klasszikusát, az Üvegcipőt március 10-én mutatják be. 20 új buszt rendelt meg a Marosvásárhelyi Városvezetés. A korszerű tömegközlekedés szolgáló új autóbuszokra 3 millió eurót folyósított az önkormányzat. Így fognak kinézni az új autóbuszok, amelyeket megrendelt a Marosvásárhelyi Városvezetés. A tervek szerint kisebb átalakításokat is eszközölnek, úgyhogy a középső ajtón a mozgássérültek is könnyen feljuthassanak a tömegszállítási eszközre. A belvárosi történelmi övezetekben is jól használható autóbusz, 3 dupla ajtós kiszerelésbe, úgy, hogy a középső dupla ajtó a mozgás korlátozottaknak is lehetővé teszi az utazást a közszállítási járműveken. 3 megfigyelő kamerával lesz felszerelve, ezek folyamatosan tudnak regisztrálni 24 órán keresztül. Reméljük mi, hogy egyrészt a rongálásokat, másrészt a közszállítási járművek zsebtolvajlási akcióikat ezzel egy kicsit el tudjuk bátortalanítani. Egy ilyen busz darabja 150 ezer euróba kerül. Az önkormányzat az első 20 új buszra már kifizette a pénzt, de a gyártó még nem szállította le ezeket. Az eredeti tervek szerint az elkövetkező években teljesen felújítják a helyi közszállítási vállalat autóparkját, így idén összesen 80 autóbuszt fognak vásárolni, míg 2017-ben újabb 20 buszt vonnak be a tömegközlekedésbe. A közszállítási vállalat legfiatalabb járműve is már 1 millió kilométert gurult. Második lett Maros-Szentgyörgy a romániai kulturális községek versenyében, a döntőbe jutott 25 település közül. Emellett elnyerte a Románia kulturális falvadíjat is. Ezt egyébként a Hargita megyei Gyergyótölgyes, valamint a Kolozs megyei Boncida és Magyar Szarvaskend is átvehette. Az elismerés célja, hogy a hazai kulturális és turisztikai örökséget népszerűsítse. Az elismerést mutatja Maros-Szentgyörgy polgármestere. A versenyen a szakmai zsűri az erős kulturális identitást és a programok sokszínűségét díjazta. A Maros megyei települést csak a Brassó megyei Drögus utasította maga mögé. Íme Erdély közepében Maros-Szentgyörgyön is, ahol románok, magyarok és romák jó harmóniában élnek együtt. Amúgy erre építettem fel a bemutatómat is. Ott turisztikai, beruházási lehetőségek is vannak, és hogy a román állam, mint a bukaresti szervek is odafigyelnek erre. És elárulom azt is, hogy pályázatokat tettünk le, és még teszünk le, például azért, hogy a Maros-Szentgyörgyi Máriafi kastély is egy kulturális központ legyen. A sok rendezvény a helyieknek is kedvére való. Szoktak lenni ezek a Szentgyörgy napok, akkor több rendezvény van, vannak bajnokságok, meg minden. Így évközben szoktak lenni olimpiászok, amúgy elég jó. Értékelem azt, amit most a polgármester tett, mert tényleg valóban minden rendezvényt megtart, és azért az embereknek azért ez jó, meg kicsit összegyűjti, nincsenek szerte szét. Ez már az egyik legutóbbi Maros-Szentgyörgyi rendezvény, a Farsangon is sokan mulattak együtt. A Románia kulturális falvadíj egyik hozadéka, hogy nagy esély van rá, hogy nem csak országos, de nemzetközi szintéren is ismerté váljon a település. Románia imás kiadványaiban Maros-Szentgyörgy is helyet kap, és rangos kiállításokon vehet részt. Bemutatták Kisné Portik Irén népvisel gyűjteményét Csíkszeredában. A kötetett méltatók szerint a gyűjtemény egész Székelyföld életében néphagyományi mérföldkő. Kiállítás megnyitóval egybekötött ünnepi rendezvény keretében mutatták be Kisné Portik Irén Szépanyám szőtte, Dédanyám varta is hímezte című könyvét. A kötetet a Hargita megyei művészeti népiskola tanítványainak kiállítása és a szerző saját munkássága inspirálta. Maga a kötet, ami egy igen gazdag képanyaggal illusztrálja Csík, Gyergyó és Kászonszék viseletének összeállítási szabályait, jelképértékeit, módossági jegyeit, és mindazt, ami ennek a vidéknek a sajátja viselet vonatkozásában, összeállt egy több mint 500 fotográfiát tartalmazó kiadványban. A szerző elsődleges célja, hogy a kötet eljusson azokhoz, akik rendeltetésszerűen tudják használni. Ez az egyetlen módja a kipróbált és bevált ismeretek továbbadásának, a népviselet megmaradásának,
az önazonosság tudat megerősítésének. Mindennek pedig a gyakorlatban kell megvalósulnia, hangzott el a beszélgetéseken. Akár tankönyvként is használható ez, mint látod, én is lövétei székeinkben vagyok, ez 5 évvel ezelőtt készült, egy lövétei fiatalasszony Szabta Vartam készítette, úgyhogy hogyha mondjuk egy ilyen kiadványnak köszönhetően még születnek ilyen ingek, akkor már megértem. Elhangzott ugyanakkor a népviselet szimbólum hordozó jelleggel is bír, hiszen használati szerepén túlmenően jelzi viselőjének nemzeti hovatartozását, életkorát, családi és anyagi helyzetét is. A bemutatón az is kiderült, hogy az elmúlt 4 évben a megye 6 helységében közel 200 fiatal és felnőtt tanulta és tanulja a népi szövésvarrás, hímzés és viseletkészítés fortéjait. Bejutott az ACA a felsőházi rájátszásba, sporttal folytatjuk a híradót. Remekül sikerült az üldözőversenyen a Tyumeni Biatlon Európa bajnokságon a csíkszeredai Tófalvi Évának, aki előző nap a sprintversenyen a 32. helyen végzett. Ennek megfelelően a 32-es rajtszámmal majdnem 2 perc hátránnyal vágott neki a távnak, azonban 14 korábban induló ellenfelét is megelőzve végül a 18. helyen zárta a versenyt. Megelőzte csapattársát a sprintben 20-ként végző Luminica Piskoránt is, aki az üldözőversenyben 21. lett. Az első 2 próbában elért eredményeiknek köszönhetően mindketten indultak a tömegrajtos számban is, amelyre csak a legjobb 30 nevezhetett. Ezen Tófalvi Éva a 25., Piskorán a 26. helyen végzett, elsősorban a kevésbé sikerült lövészet miatt 5, illetve 4 lövőhibával. Az előző bajnokság döntőjét játszó csapatok találkoztak a hétvégén Székelyudvarhelyen, a teremlabdarúgó első liga Székely rangadóján. A házigazda Futsal Klub az előző évi döntő óta több kulcsjátékosát is elveszítette, így a marosvásárhelyi City a számított esélyesnek. A mérkőzés azonban sokkal szorosabban alakult, mint ahogy számítani lehetett. A 30. percben az FK még 4-2-re vezetett, azonban a rutinosabb marosvásárhelyiek végül fordítottak és 7-4-es győzelmet arattak. A legjobb 6 között zárták az alapszakaszt a marosvásárhelyi ACA első ligás labdarúgói, így részt vehetnek a felsőházi rájátszásban. A döntő forduló nem kis izgalmakat rejtegetett a szurkolóknak. A marosvásárhelyiek egy nagyon motivált Botosányt fogadtak, ám Cukudján remek góljával a 15. percben vezetéshez jutottak. Az egészben azonban csak az volt a gond, hogy egy győzelem önmagában nem lett volna elég, az is kellett, hogy Jást ne nyerjen a Sztyáva ellen. Márpedig a módvaiak szünetben vezettek a bajnok otthonában. A marosvásárhelyi kispadon ideiglenesen vezetőedzői feladatot ellátó Fekete Károly elmondta, nem voltak könnyű percek. A szünetben kicsit ki kellett harcoljam azt, hogy a fiúknak a gondolatukat eltérítsen ettől, és persze biztattam őket, és mondtam, hogy arra az eredményre nem is kell gondolni. A legfontosabb az, hogy mit fogunk csinálni, és mi nálunk melyik lesz a végeredmény. Szünet után Sztyáva azonnal egyenlített, bár Jasnak volt néhány nagy helyzete, az eredmény már nem változott. Így Marosvásárhelye már csak arra kellett koncentrálni, hogy meglegyen a 3 pont, és Töncsölyű remek védése végül biztosította a marosvásárhelyieknek a 6. helyet az alapszakaszban. Ez egyben az Európai Kupa részvételt is biztosítja a 2016-17-es idényre. Ez volt a híradó, mutatjuk a keddi időjárás részleteit, viszontlátásra! Thank you.
A hójelentést támogatta a Madarasi Hargita Síközpont, a Székely Síparadicsom.